Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Hámori Máté vagyok, mai vendégem pedig Eckhardt Gábor, zongora művész. De azzal, hogy zongora művész, semmit nem mondtam el Eghard Gáborról, hiszen ez a diplomája, és tulajdonképpen művészi szinten zongorázik, és rengeteg koncertet is ad. De ő az az ember, aki talán a legkisebbektől a legnagyobbakig a teljes magyar zene oktatásban jelen van, és egyszerre van jelen. Ő az az ember, aki nem csak alapfokon középfokon, fokon oktatja a klasszikus zenét, és mindent, ami ezzel kapcsolatos, hanem a felnőtteknek, akik már az iskolapadból kikoptak, gyakorlatilag a lehető legmagasabb szintű szenvedélyes zene ismeretet és zene szeretetet adja tovább, és hát a mi útunk így kapcsolódik, és így találkozunk, hiszen ugyanaz a szenvedélyünk, a klasszikus zene, és az, hogy ez minél több emberhez eljusson. Van olyan pont az ember életében, amikor a tanulást abba hagyhatja? Persze tudom a választ erre a kérdésre, de te, aki, aki kicsiktől nagyokig nagyon sokféle tehetséggel találkoztál, és dolgozol napi szinten, és rengeteg nagy művész került ki a kezed alól, és folyamatosan kerül ki a kezed alól, és találkozol olyanokkal is, akik nem annyira tehetségesek, vagy esetleg nem is zenészek, amikor a közönségnek adsz elő. Hogy lehet a tudásvágyat fölszíteni, és az alázatot megteremteni a hallgatóságodban, az iránt, hogy nyitottak legyenek arra, a szenvedélyre, amit te tovább akarsz nekik adni? Hát ez egy hosszú összetett kérdés folyam volt, én is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt a műsort. Én azt mondom, hogy a tudás az mindig a kérdésekben rejlik. Tehát a kérdések azok mindig vannak, azok örökké lesznek, és így módon a tudás megszerzésének a folyamata eleve adódik. Tehát én nem hiszem, hogy lenne olyan ember, aki ha nem is tudásomból, pusztán kíváncsiságból nem szeretné gyarapítani a tudását, de félretéve most itt a filozofálást, inkább azt mondanám, hogy minden ember szereti a zenét. Nem minden ember tudja, hogy a zenét mire lehet használni, és nem minden ember tudja, hogy a zenében mennyi olyan rejtelmes út van, ami tulajdonképpen a saját személyiségének, a saját jövőjének, a saját érzelmeinek hihetetlen nagy tápanyagot adhatna. És hogyha most ezt az utolsó részét a felvezetésednek ahhoz kapcsolódóan válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy abban nagyon elkötelezett vagyok, hogy a füleket, illetve a szíveket kinyitni arra, hogy a zenének vannak olyan vonulatai is, amik kevésbé látványosan vannak jelen az életünkben. Természetesen a mai médiahelyzetben nagyon könnyen elérhető, de mivel nem ismerik, nem tudják, ezért nem is keresik. Tehát ez a kevésbé látványos része, ami talán a legértékesebb része a zene teljes spektrumának, és ezt nem azért mondom, mert én magam is ezt a úgynevezett klasszikus zenét üzöm, hanem azt hiszem, hogy ez, ami a legtöbbet tudja adni az embernek, nem csak érzelmileg, szellemileg, hanem hanem ez építi a leginkább az egyéniségét, személyiségét. Tehát ennek a zenének nem is az ismerete, hanem az, hogy fölébredszem bennük a kíváncsiságot, és eloszlassam a félelmüket, hogy ne féljenek ezt hallgatni nyitott szíven, ne semmiféle prekoncepció, semmiféle előítélet ne legyen bennük. És én azt hiszem, hogy ehhez, ha nem is azt mondom, hogy képességem van, de mivel én magam soha nem végeztem zenetudományi szakot, nem vagyok annyira elfogult, nem vagyok annyira szakmai, hogy ne, vessem, ne ne, tudjam hallgatni a zenét úgy, mint az átlag közönség. Hiába vagyok profi, én bele tudok helyezkedni a közönség helyébe, és tudom úgy élvezni a zenét, mintha megvettem volna egyet a saját koncertemben. És azt hiszem, ez a sikernek, a sikerednek az egyik nagy titka, hogy ugye a mi szakmánkban, ami egy ilyen nagyon elefántson toronyba zárkózni képes szakma, tehát mi könnyedén a Zeneakadémia falai között azt gondoljuk, hogy ez a világ ez így kerek, ahogy van, és mindenki tudja, amikor Stravinskynek a, a különböző korszakairól beszélgetünk, hogy miről van szó, és ebből kikukucskálni csak kevesen tudnak, és én benned pont azt hihetetlenül értékelem, ami egy picit talán rokon vonás kettőnk között, hogy, hogy, hogy amit az előbb te is mondtál, hogy te a laikusokhoz szólsz, azokhoz szólsz, akik nem tudják Stravinsky-nak a korszakait, nem ismeri. Ha lehet, lehet hogy azt mondjuk neki, hogy Szati, akkor azt gondolja, hogy valamiféle francia édességről beszélsz. Tehát, hogy olyan, olyan emberekhez is tudsz szólni, sőt, elsősorban hozzájuk beszélsz, akik még kívül vannak ezen a világon. És az az érzésem, hogy a szenvedélyed elsősorban ide visz téged ezekhez az emberekhez, és őket próbálod, mint egyfajta proféta vagy térítő behúzni ebbe a dologba. Hát ezt tulajdonképpen nagyon szépen elmondott. Tehát igazából ez az interjúnak semmi értelme nincsen, de azért én ezt annyiban módosítanám, hogy azért nagyon sok minden megváltozott az elmúlt 30-40 évben. Az egyik dolog az, hogy az információs jutás az hihetetlenül könnyűvé vált. Tehát nem érdemes az embereket bombázni adatokkal, nem érdemes bombázni őket történelmi tényekkel, hiszen egy gomnyomásra megszerezhetik bárhonnan, el is felejthetik a következő pillanatban, hiszen ennél többre nincs is szükségük az oda vezető úttal van a probléma, hogy mikor fogja lenyomni azt a H billentyűt, ami a Handel nevével kezdődik, vagy a Hyde nevével kezdődik, és erre azért egy, egy nagyon kedves sztorit hagy el, hát ez már egy olyan 15-20 éve lehetett. Az Budaörsi I.S. Gyula gimnáziumban tartottunk egy ilyen barokk délelőttöt, akkor én még a Bartok szakiskolák, az, az a Konzinak voltam az igazgatóhelyettes, és a Konzi zenekara előadott standard, Vivaldi, Handel, Bach, tényleg az égletta semmi különös nem volt. Ott nagy lelkesen meséltem ezekkel rep, mondjuk az Budajosi gimnázium, az egy kultúrgimnázium, de hát azért ránéztem az emberekre, hogyha ezekkel a fiúkkal én az utcán találkozom, nem biztos, hogy Handelről kezdek mesélni róluk. Lényeg az, hogy az öltözőnk az a könyvtárban volt, és a könyvtár bejárata mellett volt egy internetállány. És vége volt a koncertnek, összepakoltunk, és megyünk be, hogy átöltözünk, és azt látom, hogy két ilyen rasztaljú srác ott áll az internetálvány előtt, és oda kukucskáltam, hogy vajon, vajon most éppen melyik rock együttest, vagy mit tudom én, mit, mit, fognak ott gépen. És egyszer csak azt láttam, hogy H umlautos A N D E L Handle. És akkor azt mondtam magam, Gábor, akár már be is fejezheted, de ez megérte a dolgot. Tehát, tehát valahol ez a célom, hogy elindítani az embereket egy olyan úton, hogy aztán majd maguk megtalálják. Az se baj, nem klasszikus zene. Elindulnak Tudnak keresni, érzik azt, akár a lelkesedésemből, akár a zenei produkció, érzik azt, hogy érdemes ezért csinálni, hiszen nem azért vagyok lelkes, hogy őket lelkesítsem, hanem engem lelkesít a zene, vagy engem lelkesít maga az a tény, hogy Schumann bejön a terembe, és elkezdett nekünk beszélni, jó, hát ő a zene nyelvén beszél, mert hát egyébként, ha most te egy interjút akarnál Schumannal készíteni, akkor tudjuk róla, hogy itt most kb. egy óra csönd lenne, is egy ilyen sztár Józsefnél, de nem akarok sztorizni, csak ezt az idevágjuk, Joachim Józsefnél jár, aki ugye a korának a leghíresebb hegedű volt, ő volt tulajdonképpen hegedű pápa, magyar származású, és egymással szembe egy órán keresztül némán ültek. Ezt maga Joachim meséli el. Majd egy óra után fölpattan Schumann és közli, hogy hát nagyon köszöni ezt a vendéglátást, nagyszerűeket beszélgettek, és elment. Na most ez azért olyan szempontból is fontos, hogy azért talán annyi segítség kell a közönségnek, és ez nem belemagyarázás a zenébe. Hogy ezeket a néma zeneszerzőket, akik csak hangokba tudtak kommunikálni most már, nekünk, nem a maguk idejében, egy picit segíteni a nyelvezetet, megérteni, egy picit segíteni az, hogy milyen füldel, milyen szívvel érdemes ezeket a darabokat hallgatni. És ebben óriási segítség az, amit te nyújtasz, meg a zenekarod, meg ez az egész sorozat, amit a BMC-ben is zajlik. Hát tulajdonképpen a közönségnek tere van, ideje van, mert több koncertről van szó, tehát egy folyamatba vehetnek részt, tere van, ideje van arra, hogy belehelyezkedjen ezeknek a zeneszerzőknek a a lelki világába, egy picit az életébe, és nekem ez a pedagógiában is nagyon fontos, hogy hogyha zenélünk, akkor legyen jelen a zeneszerző. De nem úgy, hogy kotta, hanem próbáljuk életre kelteni. Hogy viselkedik, mit csinálna, hogy hallgatna. És ez nekem nagyon nagy segítséget ad, amikor beszélek róluk. Ez, amit mondasz, ez pontosan akkor vált számomra a leginkább világossá, hogy, hogy szükség van arra, hogy hogy megtanítani ezt a rejtjelezett írást, vagy sokszor a nyelvet lefordítani, és hogy mennyire szükség van rá az a Beethoven projekt kapcsán, amikor konkrétan siketeknek és, és hallássérülteknek koncerteztünk. És ugye ott egy olyan közönség van, akinek teljesen hiányzik az életéből, vagy soha nem is hallott zenét igazából de facto, vagy elvesztette valamikor a kapcsolatát a zenével, és hozzájuk hogy lehet utat építeni? És akkor jöttem rá, mikor ez az útépítés konkrétan onnan indul, hogy a hangot hogy fogja érzékelni valaki, hogy ez nincs annyira távol a hallókkal való útépítéstől, mert ott is sok esetben már maga az, hogy hogyan figyeljek, hogyan mi hogy nyissam ki a fülemet és még inkább a szívemet erre az egészre, ott van egy nagy akadály, és ott van egy, egy, egy olyan leküzdendő dolog, amihez például a, a személyiségek és azok a, a lángoló lelkű emberek nagyon kellenek, amilyen azt gondolom, hogy, hogy, hogy te is vagy. Neked volt ilyen előképed? Mert ezek ugye, tanul, a tanulás az mindig utánzás valahol, és a tanulás az mindig példakövetés, a szüleinknek is a példáját követjük. hogy tudsz arra emlékezni, hogy volt olyan pillanat gyerekkorodban, amikor úgy érezted, hogy most valaki megfogott hasonló módon egy ilyen lánglelkű, ember, és, és, valahol az ő mintáját viszed tovább a saját életedben? Ez nem egészen így történt. Az az igazság, hogy amit most elmesélek, azt én kb. olyan 45-50 éves koromban, mint információ kaptam vissza egy osztálytársamtól. Tehát én totál elfelejtettem ezt a dolgot. Arról van szó, hogy Beethoven születésének 200. évfordulóján, akkor én hetedikes voltam, én a most már Marcibányi Téli Kodály Zoltán énekzenei általános iskolába jártam, és én már megfelelkeztem róla, hogy egy vetélkedőt rendeztem az osztályomnak Beethovenből. De nem csak vetélkedőt, hanem meséltem róla, zongoráztam. 13 éves voltam, amikor nekem fontos volt az, mondjuk azt tudni kell, hogy én Beethoven szimfóniákon szerettem bele a zenébe. Tehát azt a történetet most nem mondom, mert azt lehet párhol hallani, mert ez már ismétlés lenne. Tehát biztos, hogy Beethoven iránt volt egy nagyobb fajta lelkesedésem. De egy 13 éves gyereknek honnan jut eszébe az, hogy ilyet csináljon? Nekem nem volt így mintám, tehát én nem követtem senkit, csak se az más kérdés, amikor aztán a Bernstein előadásokat hallotta, meg a Lukin Laci bácsit azért többször a Zeneakadémián ilyen olyan formában láttam. Tehát biztos, hogy voltak olyan emberek, akik hatottak rám. Zelinka Tamás is olyan volt, akit figyeltem annak idején, de, de, de nekem, nekem belülről jött egy ilyen vágy, hogy közöljem, én ezt fokozatosan tanultam meg, aki ebbe egy nagyon nagy támogatást adott nekem, az Érdi Szabó Márta volt a cimbora műsorával. Tudik, ő látott engem többször tanítani, és azért én a tanításban alig vagyok más, mint amikor ilyen előadásokat tartok, azzal a különbség, hogy nyilván ott vagyok, és jobban koncentrálok a az adott pianisztikus feladatokra is, de maga mondjuk a zenéről beszek, ugyanazt csinálom. És a mozgásom, meg a stílusom az semben nem különbözik. És ő tulajdonképpen fedezett föl, és mondta, hogy miért nem csinálunk közös tévéműsorokat, és akkoriban még a TV áldozott pénzt, már a királyi TV áldozott pénzt arra, hogy értékes kulturális csemegé készüljenek, és volt egy ilyen sorozat, hogy miért pont, és akkor miért pont Mozart, miért pont Bartók, stb. És ezzel kezdődött tulajdonképpen a futásom ezen a téren, akkor lehettem 30 éves körülbelül, és azután kezdett ez rendszeressé válni, és tulajdonképpen egyenrangúvá válni az én pedagógiai, meg az előadó művészi tevékenységemmel, sőt, időként még fölébe is emelkedni. Igen, de az az érzésem, hogy nálad ez a kettő, ez nagyon szépen fut együtt. Tehát, hogy kiegészítik egymást, sőt, hát a mi sorozatunkban, hogy a Danubiás zeneszerző sorozatokban rendszeresen zongoristaként, zongora művészként is lehet téged hát, hallani, szerintem egy olyan plusz dolog, hogy ez a faszi, ez nem csak beszélget itt a zenéről, meg nem csak tudja nagyon a zeneszerzőket, meg a sztorikat, meg az összefüggéseket, meg izgalmasan és érdekesen adja elő, meg jó pofa, hanem maga is egy nagyon komoly szintű zenész. Tehát a, a kettő a hitelességhez ez szerintem rendkívül sokat hozzátesz. Neked sosem érzed azt, hogy hogy az egyik a másikba beleharap egy kicsit, és rovására megy, és fáj, hogy nem azt csinálod, hanem a másikat. Tehát ki tudtad ezt balanszírozni, hogy egyensúlyban legyen? Soha nem volt probléma. Eleinte volt nehéz megszokni azt a váltást, egy, mondjuk egy koncerten, vagy egy előadásban, hogy most zongoristaként vagyok jelen, most beszélőként és ez az agyamnak két teljesen más féltekéjen. Ennek ezek a csere, ez eleinte ez, ez, elég nehéz volt, de hát ez most már rutinná vált, tehát nincs probléma, nem? Ilyen, ilyen jellegű, nekem annyira egységben van az egész, hogy én soha nem érzem azt, hogyha valamelyik részét ezek közül, amit felsoroltál, éppen kultiválom, hogy ettől a másik elsilányosulna, elsatnyulna, ezt én nem érzem. Sőt, én úgy érzem, hogy egymást stimulálják. Tehát lehet, hogy egy ilyen sorozat, amit te kitalálsz, az bennem elindít egy koncertműsor tervet, amit aztán megvalósítok Most, az utóbbi időben, most már néha ragaszkodom ahhoz, hogy egyáltalán ne beszéljek a koncerten. Tehát már arra, arra szüksége van néha, hogy nem azért, hogy unom magamat, de hogy teljesen tisztán csak a zenelhasson, és az hangokon keresztül tudjak üzenni, és döbbenetesen jó élmény, amit hogyha ezt a beszélő stílust nem ö, gyakoroltam volna, akkor lehet, hogy soha nem értem volna meg, mint csak előadó művész. Fantasztikus élmény a sok beszéd után érezni az, hogy az ujjaimmal is el tudom mondani ugyanazt, persze nyilván másképpen, mint amit egyébként az, az ajkaimmal egy storyt muszáj bevágnom, amit előbb kellett volna mondanom. A Beethoven mondta meg, hogy a Beethoven projekt az neked micsoda élmény volt. Hát nekem is azt mondom, hogy az eddigi legnagyobb élményem, és akkor ezzel tudnék jobban rávilágítani, mint a Handel példával, az pont egy Beethoven sorozat a, azt hiszem a Zenakadémián volt a koncert, és előtte kellett egy ilyen beavatót tartanom. Azt tudom, hogy az ötödik szimfónia volt, most nem emlékszem, hogy a hatodik, de azt hiszem a hatodik volt mellett ez a kettő. Szerintem semmivel nem voltam lelkesebb, semmivel nem voltam átszelleműtebb, mint máskor. Lement az egy órás előadás, kiment a közönség, pakoltam össze, ez ott az egyes teremben volt az első emeleten a Zenakadémián és már szinte minden együtt volt, egyszer csak így felcsattan az ajtó, belép egy elegáns, ötvenes kinézetű hölgy, odarohan rohan hozzám, átölel, majd eltol magát, és közül, hogy uram, ne haragudjon maga, nem ismer engem, nem, ne értse fél a helyzetet. Életem legnehezebb napja volt a mai. Mire maga befejezte ezt az előadásodira, megoldottak a problémáim, és kiviharzott. És akkor megint azt éreztem, hogy Gábor, nyugodtan abba hagyhatod, nem kell semmit te többet csinálni. Mi zenészek orvosok vagyunk. Mi zenészek ugyanazt végezzük el, csak nem olyan látványosan, mint amit a kórházakban. Ugye az édesapám orvos volt, tehát nekem ez az orvosi vonal ilyen értemben nagyon benne van az életemben. És mi igenis gyógyíthatunk minden hangunkkal. De soha nem tudhatjuk, hogy kibe, melyik hang, hogy vagy melyik mondat, hogy ül be, sajnos rombolhatunk is, tehát tudjuk azt, hogy ennek két oldala van, de én úgy gondolom, hogy ez a fajta reakció, ez, ez hitelesíti azt, amit te is csinálsz, amit én is, meg a hozzák hasonlók, akik nem csak a kezükkel, vagy nem csak a hangszerükkel, hanem egy kicsit a szívükkel is benne vannak. És akkor itt jön az, ami a konkrét válaszom a kérdésedre, hogy az, hogy én előadó művész is vagyok, az azért egy előny, mert amikor beszélek a darabról, akkor érzem magamban azt, amitről beszélek. Tehát, mint hogyha játszanám. Tehát ezért mondom, amikor játszom, akkor azt érzem, amit mondok, amikor beszek, azt, és talán ettől hitelesebb a dolog, hogy én olyasmikről beszélek, amiket én ugyanúgy át tudok élni. Tehát nem papírról olvasom, nincs is te. Múltkor elkezdték tőlem a jegyzeteimet, csak úgy hátas dobtak, hogy te úristen ebből hogy lehet bármit is mondani. Mondom, ez csak azért kell nekem, hogy pizzassam magamat, hogy felkészültem az előadásra. De egyébként semmi másra nem jó, ha csak nem valami idézetet kell mondani. Szóval lezárva a dolgot. A kettő annyira összefonódik, a három, a pedagógus is annyira összefonódik, hogy tulajdonképpen egymást erősíti, egymást. A vérkeringés egyikből a másikba átfolyik, és talán ez adja a dolognak a hitelét, nem tudom. Ez, említetted az előbb, hogy orvoslás a zene, és azt is mondtad, hogy ugye te is orvos családból származol hozzám <laughs> Szerinted a, a, a említett beethoven t is, és a kezdeti becsípődést, de hogy ez van -e egy ilyen, nekem ez a fixa ideám, hogy az ember tovább visz dolgokat, megold dolgokat, tovább bonyolít dolgokat, de az örökségünket cipeljük, hogy ebben a a, amit te csinálsz, és hogy a zenének ezt az orvosi funkcióját ennyire felerősítetted, és hogy ezeket a visszajelzéseket emelted ki, nekem nagyon erősnek tűnik ebbe ez a párhuzam, hogy a, a gyógyítást te tovább viszed a családban, tulajdonképpen. Hogy érzed, hogy a, a sikerült ezt továbbadni? A, a, a te utódait tovább viszik ezt valamilyen szinten, vajon? Provokatív kérdés. Te még előtte állsz ennek a megtapasztalásának, muszáj visszalépnem egyet. Az édesapám nem csak orvos volt, hanem zongorista. Tehát ő zeneakadémiára is járt. És ugyan végül is az orvostudományt választotta. Elképzelhető, hogy Szokolov nem lett volna belőle, de mint előadóművész biztos vagyok, hogy egy karizmatikus figura lett volna ezt onnan is tudom, mert végül is az írásba, az irodalomba, stb. oda is rengeteg minden nyomot hagyott utal maga után, tehát nem csak az orvoslásba. Van egy nagyon, nagyon jó példám, amit sokszor nem szoktam emlegetni, lehet, hogy már hallotta a közönség tőlem ezt, ha hallott egyáltalán. Van 11 pár évvel ezelőtt Németországban a klinikákon készítettek egy statisztikai felmérést, hogy a sebészeti beavatkozások után hány százaléka a betegeknek halálozik el és kijött egy ilyen 5%-os átlag, de az egyik klinika 0,5%-ot küldött be. Rögtön felhívták őket, hogy biztos itt van mi tévedés, már maguknál is ugye 5% van. De ez így szakott be, mondja a főorvos, hogy nem, nálunk ez a statisztika. Hát az hogy lehet? Hát nem tudjuk, tehát jöjjenek ide, csináljanak itt, nem tudjuk. Kijöttek, és az osztályvezető főorvossal kezdték, fél óramban csomagoltak, és mentek vissza, mert már értették a helyzetet. A következőt mondta az orvos. Én addig nem avatkozom be, nem kezdem el a gyógyítást, amíg a beteg az együttműködéséről nem biztosít engem. Én nem tudom őt meggyógyítani. Ketten együtt le tudjuk küzdeni a betegséget. Na most ezt lefordítom, akkor első kanyarban nyilván ez a pedagógiámra vonatkozik. Ott is egy az egybe párban állok a növendékkel. Ugyanez a helyzet, szószor ugyanez a helyzet ha ketten dolgozunk az ügyét, és akkor itt már rögtön jön az a része is a dolognak, amit a legelső kérdésbe tettél föl, hát a növendékből nem annyi mindent kihoz, annyi kérdésre kell nekem választ találnom, hogy nincs időm nem foglalkozni a kérdéseket. Tehát, tehát ez tart fiatalon az életem végéig. Tehát lehet, hogy kívülről nem, de belülről igen. Tehát állandóan itt vannak ezek. De ez csak akkor működik, Hogyha ő neki ugyanaz a motivációja, mint nekem. És nem az a motiváció, hogy bele egy jó zongorista legyen, vagy ez a tanár nekem mindent megtanul. együtt felfedezzük a zenének az útjait. Ehhez dolgként segítséget adni. Akár technikai segítséget, akár zenei, akár emberi, teljesen mindegy. És akkor itt visszakanyarulok az orvosrásra, illetve az orvos-páciens viszonyra, hogy a páciensnek hihetetlen bizalma kell, hogy legyen az orvosba és most vegyük a klasszikus változatot, amikor lehet az orvosba bízni, és ez a bizalom növeli a páciensnek az erejét, hogy meggyógyuljon. Egyébként magától a hit, az könnyű mondani, hogy hát hiszek abból, hogy meggyógyulok, hiszek, hiszek, aztán tudjuk, hogy mi az eredmény. És ugyanez van a közönség, és mondjuk a ti közönségetek és a tizenekarotok viszonyá egy óriási bizalom van, nem csak a bérletesek részéről, hanem akik ugyan bérletet nem vesznek, de azért veszik a bátorságot, a fáradtságot, a nyitottságot, hogy megvásároljanak legalább egy párt vagy, vagy több jegyet a koncertetekre. És ezt te érzed, vagy ti érzitek, amikor ott vagytok a pódiumon, és nem csak a tapsba, beléptek, és már érzitek, hogy légkör van. Nyilván azt is lehet érezni, hogy, hogy ez ma nem a, hogy is a Stern Studio napja lesz, de azért alapvetően azokon a koncertek, amik én ott vagyok, és csak azért emlegetem a tizenekadatok, hiszen együttműködünk folyamatosan, de ez bármilyen előadanám meg le. Tehát, hogy van egy kölcsönös bizalmi viszony a kettőnk között. És akkor megint csak azt tudom neked mondani, hogy ezekkel a beszédekkel, ezekkel a, az ismertetés szót annyira nem szeretem. Ez a út, közös útkeresés, ez a bizalomnövelésnek a forrása. Te nem arra szól, hogy ez Eckhard Gábor, de jó hallgatni, de hogy is? Az az út, amit járunk közösen, az nagyon fontos nekem, az kell. És ő leszáll az én szív, ő engem társnak érez. Az út, út a zenéhez, mert hogy ez a mi jelszavunk is, illetve a, az egész projektnek tulajdonképpen a fedősztória, és egy nagyon érdekes aspektust hoztál be, és már sokszor utaltál a pedagógiai munkádra, amire majd át is térhetünk, hiszen ugye úgy kezdtem az egész bevezetést, hogy egy olyan ember ül itt velem szemben, aki a legkisebbektől, és tényleg a legkisebbektől a legnagyobbakig végig követi a magyar zongora generációkat, most már lehet azt mondani, hogy itt több generációról van szó, akik a tekezet alól jöttek ki, és ugye ez azért egy érdekes pozíció a tiéd, mert mondjuk olyan kemény Dénesről hallottak, Mocsai Lajosról hallottak az emberek, tudják, mindenki tudja ezeket a nagy sportedzőket, akik ugye viszonylagos sikerekre, vagy óriási nagy sikerekre vitték az egyébként tényleg felülteljesítő magyar sportot, Hát ugyanez van a klasszikus zenében és csak erről ez nyilván kicsit kevesebb fényt kap, hogy a magyar klasszikus zenészek és azon belül az ongora művészek és talán a hegedű művészeket lehetne így elsősorban kiemelni, csellistákat között a mi népességünkhöz képest magasan felül teljesít világnagyságokban és kiemelkedő, de nem feltétlenül világnagyság művészekben ez az ország. Ebben, hogy ez így van, és jelenleg még így van, és ezt szeretném aráhozni, hogy még így van, Ebben azt hiszem azoknak a pedagógusoknak van kiemelkedő szerepe, akik ugye most gondoljunk csak Mozartra és az ő papájára. Tehát nincs az a zseni, aki a pedagógus nélkül igazán a legnagyobb utat be tudná futni. Talán tudsz ellen példát mondani a zeneszerzők közül, de azt gondolom, hogy alapvetően a nagy zseniknél sokszor a, a pedagógia hiánya adott egy bizonyos korlátot. Most Muszorszkire gondolok például. De szóval, hogy hogy ez egy, ez egy ilyen rejtett dolog, nem szokott téged az zavarni, hogy a ti arcotok, te és a társaid, azok a, azok a nagymesterpedagógusok, akik ebben az országban tényleg a kicsiket, nagyokat ezen a hihetetlen magas szinten tartják, és világnagyságot faragnak belőlük, tehát a tanárok, a zenetanároknak az elismertsége finoman szólva nem közelít a sportedzők elismertségéhez. Nem ad ez frusztrációra okot? Nem. Nem azért csinálom. Szóval igazából természetesen jól esik az elismerés. Hát most ez nincs olyan ember, akinek nem esne jól az elismerés. De hogyha én elkezdeném méricskélni magamat másokhoz, vagy, vagy egy ilyen a mai szóval egy kicsit transzparensebbé válni, én azt hiszem, hogy akkor a lényege veszne az egész dolognak. De pillanatra majd visszatérek erre, de mondtad a Mozartot és a papáját és egy fantasztikus labdát dobtál föl. Hát mit csinált ez a zseniális Mozart pedagógus papa? Tanította a fiát egy nagy fenéket elvitte a legfontosabb zenei központokba, ami abban az időben iránytadó volt zeneszerzés szempontjából. Ezt ő tudta, hogy hova kell vinni a gyereket hagyta, hogy a gyerek néhány nap alatt lecsápolja, hogy mi az a stílus, megfigyelte, hogy egy pár darabot abban a stílusban készítsen, rögtön látta, hogy jobbat ír már, mint az a mester, akitől tanul, és vitt a következő helyre, és így lett a Mozartból zseni. Ez a papa, ez nem tanította őket, tehát az utat mutatta meg. A Mozart papa számomra mindenféle legenda, meg sztorik, meg ez ellenére, az ideális pedagógus, aki terel és te is ezt teszed, és kézen fogod, ezt hogy képzeljük el, mert ugye te zeneiskolában mondtad, hogy a Bartóknak is voltál vezetője, zeneakadémián már nagyon régóta jelen vagy, és tanítasz. Tehát, hogy bejön hozzád egy kilenc éves gyerek, vagy te megtalálod ezt a kilenc éves gyereket, aki, aki már valakinél tanult ott esetben, és ügyes, és jó, és tehetséges, és úgy éled meg, megfogod a kezét, és 25 évesen elengeded? Vannak ilyen történeteid? sok történetem van, de nem így kell elképzelni. Már a zeneakadémista koromban tanítottam az osztálytársaimat. Illetve tanítottuk egymást, akkor nem volt, meg az óra, nem volt megtartva az óránk. És tanítás közben az a fantasztikus élményem volt, hogy ha én másnak mondok valamit segítő szándékkal, azt én nagyszerűen meg tudom mutatni. Ha ugyanazt a darabot magamnak kell eljátszani, akkor már csupa görcs vagyok. És akkor elkezdtem egy kicsit gondolkozni, hogy hogy van az, hogy ugyanaz az ember egy ilyen szituációban tökéletesen jól működik, a másik szituációban meg görcs, görcs halmán, azt se tudja, hogy hova tegye az ujjait. És viszonylag hamar leesett a tantusz, hogy amikor én a másikra koncentrálok, akkor magamat kivonom. Tehát az egóm nincs ott nincs ott a sok nyavajám, a transzgenerációs fantomjaim, és így tovább, ne is beszéljünk róla, hogy mi minden akadály van az embernek, mire már 20 éves lesz. És ha most altruista módon közelítem meg ezt az egész tanítás kérdést, akkor azt mondom, hogy nekem ez a hasznom ebből. Nem foglalkozom magammal és ettől gyógyulok, ettől jobbulok. Mert ha én már tőle kértem valamit, akkor azért az már pofátlanság, vagy disznóság lenne, én se csinálnám meg. És sokszor észrevettem, hogy tőle megköveteltem, és Gábor, te, te, ezt te tényleg így szoktad rendszeresen csinálni, és akkor jött a szégyen. Szóval tulajdonképpen öntanítás folyt ennek révén. Tehát amikor azt mondom, hogy hogy én miért lettem pedagógus, az annyira evidens volt, hogy én pedagógus is leszek. Sőt, amikor befeztem az ENE akadémiát, akkor eleve ez volt a célom, hogy én jó pedagógus legyek. Nem is volt sok lehetőségem akkoriban. És hogy akkor ennek mi lett a végállomása, a kezdeteknél a legrosszabb növendékeket kaptam. De tényleg, ennél hálásabb nem tudok lenni az akkori tanszakvezetőnek, Schweitzer Katalinnak, akinek meg volt a bizalma, hogy nekem odaadja a leggyengébb növendékeket, mert tudta, hogy nem fognak ezek a gyerekek elesni. Viszont egy olyan probléma halmazon kellett, mondjuk így tíz éven keresztül átküzdenem magam, ami az én problémáimmal megfejelve, azt hiszem, hogy nincs olyan baj, amivel ne találkoztam, már a pedagógiai és zenei, zongora szempontja, amivel életem első tíz évében, már pedagógia pályafutásom első tíz évében ne találkoztam volna. És aztán valahogy úgy, előbb egy-két jobb növendék jött, aztán úgy lassan úgy érkeztek maguk, én növendék, és soha nem harcoltam. De viszont rengeteg zsűrizés, rengeteg továbbképzés, rengeteg kurzust tartottam országszerte, tehát a kapcsolatom a zeneiskolákkal, akárhova hívtak, azonnal mentem, nem kérdeztem, mit fizetnek, nem kérdeztem semmit. Mert úgy éreztem, hogy a piramis működése szempontjából, ugye az elején a középen voltam a, a konziban, tehát a középiskolai szinten tanítottam, ami szerintem a legjobb szint, mert ott a zeneiskolai problémák is ott vannak, de már a művészi egyetemi problémákkal is lehet foglalkozni. És akkor jött Sebők György, aki a számomra az ideális pedagógusnak a, a portréját rajzolta föl. De úgy értem, hogy jött, hogy a 80-as évek végén lehetőség volt, hogy hazajáljon, kurzusokat tartott. Csak azt láttam, hogy van ott egy ember, aki úgy ül, mint egy budha, úgy figyeli a növendék produkcióját, majd utána, mintha egy készüléken keresztül rögtön azt mondta, hogy hol van a, nem a zenei probléma, hanem a működésbeli probléma. Mint És egy a, orvos, egy diagoszt. Mint egy orvos. De ehhez megint csak az kell, hogy abban a pillanatban kivonod magadat teljesen. És most ez nevetségesen fog hangzani, nagyon sokszor van, hogy a növendék az utolsó ütemnél jár, és én még nem tudom, hogy mit fogok neki mondani. De nem azért, mert nem tudnék kreálni magamnak bármilyen, hogy ez, tanár, bármivel tud problémát csinálni. Mit egy Nevetséges, a karmester is természetesen, hanem az, hogy azt várom, hogy megszólítson belül a gyerek. Jó, vannak evidens, a ha rossz hangokat játszik, először az, nem, nem mindig, de amikor már arról van, hogy a produkció szintű kezd lenni a, a játéka, és akkor még arra nem volt példa, hogy rossz útra tévettünk volna. És azt hiszem, hogy, hogy ezért nekem mindegy, hogy most kitüntetnek, mindegy, hogy most híres edző, ez nem érdekel, hát hiszen a növendékemből számos, hát olyan szép karriert futnak be. Hát mi kell nekem? Még ez a hölgy berohant, azt se tudom, hogy ki ő. Hát ennél nagyobb boldogság nem nincsen, hogy az ő életébe egy, egy, fontos pillanatot tudtam belehelyezni. Szóval, szóval érted, szóval nem, nekem ez nem fontos. Egy nagyon fontos dologról beszéltünk az előbb, és egy nagyon jó pontot találtál meg, ez pedig a motivációnak a, a pontja a pedagógusoknál. Mert ez most, ha egy kicsit lebontom, egyáltalán távolabbra viszem, amit elmondtál, nem csak a zene pedagógusokra igaz, hanem általában a, erre az egész gyönyörű hivatásra, ami most ugye a figyelmünk középpontjában van, csak nem teljesen erről az oldalról, hanem itt ugye mindig szó van arról, hogy a, a pedagógus bérek és a, a pedagógusok megbecsültsége, ami azt gondolom, hogy mind a kettő szégyenletes szinten van, tehát ebből ez, ez nincs kétség, ez nem, ez nem is kérdés. Viszont azt gondolom, hogy abban, hogy valaki sikeres pedagógus legyen, és a világot megváltoztassa, már pedig a pedagógus az ugyanaz, mint a kertész, aki fákat ültet, az megváltoztatja a világot, ahhoz nem ez az első kérdés. Ez egy fontos kérdés, mert nélkül nem lehet megélni, de nem ez az első kérdés. És ezt a kérdést soha nem teszik föl, hogy mi a valódi motiváció, miért lesz valaki pedagógus. És én erre, arra, arra emlékszem a Zeneakadémián is, és amikor a tanárképző intézet is volt, volt egy általános vélekedés arról, hogy hát igen, aki nem lesz annyira kiváló szólista, művész, az majd elmegy tanárnak. És ez a vélekedés úgy érzem elég mélyen gyökerezik a társadalomban, miközben az egyik legfontosabb hivatásról beszélünk, ami csak létezik, és hogyha arról is majd ejtünk szót, hogy mi várható, és mi vár minket a jövőben, akkor ennek a kulcsa nagyon erős teljesen a pedagógusok kezében van. Ha te most magadtól eltekintesz, hiszen te bizonyos értelemben egy ilyen isteni szikra, vagy egy, vagy egy elhivatottság birtokában léptél erre a pályára, de nem mindenki van ezzel így. Hol tudja magában valaki, aki fiatal pályakezdő, és adott esetben ott van az opció, hogy pedagógus legyen. Hol tudja magából előbányászni azt a motivációt? Itt mondtad, a saját magad kivet, elengedése, kivetülése. Milyen típusú embernek való ez a pálya? Ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés kör, amit mondtál, és azt nem is tudom, hogy melyik részére kezdjek válaszolni, talán a végével kezdeném, hogy van olyan, aki pedagógus családban születik, ba születik, és, és a szülei, vagy a pedagógus környezete az a pedagógus pályának a pozitív oldalát sugározza a családba, az biztos, hogy nagy valószínűséggel elkötelezett pedagógus lesz. Ott nem kell kérdezni a motivációt. Tudjuk, hogy mondjuk a 10 a pedagógus pályára menő növendékeknek ilyen zenészek közötti zenész családba születik van. Természetesen ellenpélda is van. Van, van, egy nagyon kis százaléka, aki maga rádöbben arra, amire én annak idején rájöttem, bár nekem azért a felmenőm között voltak pedagógusok is rendesen, de mondjuk a közvetlen családomban nem, rájön arra, hogy ez a, ez a fajta hozzáállása a világhoz, ami a pedagógiát jelenti. Tehát az, hogy az én a tudásomat szeretettel, örömmel, azért nem azért adom át, hogy számon kérjem, hanem azért, hogy a másikat gazdagítsam. Na jó, mondjuk 10 százalék. És akkor ide a prédikátorok, tehát ide az egyházi vonat is bele. És akkor marad az a 80 százalék, amiről beszélünk. Ott nekem nagyon sommás a véleményem. Azt kell mondanom, hogy egy olyan országból volt egy Klebersberg kúnó. Folytassam a mondatot, hogy szerintem nem is kell. Igen. Szóval egy ilyen országban, Éveknek volt nem a az, hogy oktatási, igen, oktatási minisztere, és... és hát egy elképesztő felzárkóztatási programot ö, hajtott végre, és tulajdonképpen minden, ami a művelődéssel és az oktatással kapcsolatos, talpra állította ezt a ezersebből vérző, csonkított országot. Úgy, hogy amikor belépett a kormányba, a betlen kormányba, most pontos adatot nem tudok, 26-ba talán, akkor a költségvetésnek néhány százaléka volt oktatási célra félretéve és amikor már közeledett ugyan a vég, már a Betlen kormány, a vége, ez a három év alatt ez feltornázta a tizen, néhány százalékra. Nem is szerették a krébezberg a többiek, pontosan emiatt. De nem, nem a krébezberg akartam beszélni, hanem arról, hogy egy olyan országban, ahol elképesztő hagyományai vannak az oktatásnak, Egyetemeket hát milyen régre nyúlnak vissza. Hány olyan tanítónk van, hány olyan tanító rendünk van, amik az oktatással foglalkozott. Most hagyd ne beszéljek arról a szellemi kvalitásról, ami a világba szétszóródott. Szóval kár is beszélni, hogy ennek az országnak, ennek a népnek a legnagyobb kincse ez a fejében van. Ezt milliószor mondtuk. És akkor nekem el kell menni Írországba mondjuk, akik előttünk léptek be mondjuk az Európai Unióba, de nem hiszem, hogy a perifériás országok között, periférikus országok között, Írország arról volt híres, hogy hú, a kultúra, a művelődés, a, a szellemi termékeknek a hazája. És akkor azt látom, hogy húsz év alatt a befektetett tőke, vagy a, a büdzséből kapott pénznek a majdnem a felét az oktatásba ölték bele. Mint amit a finnek is csináltak egyébként. Hát a finnek is csinálták, de ők még nem az EU-s pénzből. És akkor megyek Szőulba mondjuk, ahol azt látom, hogy a repülőgép miatt leszállna a reptérre, ott van időben, elkezd körözni a reptér fölött, mindenki hót ideges, nem száll le a gép, nem mondanak semmi, csak türelmet, türelmet. majd egyszer csak bum, másfél után leszáll, és mondják, hogy hát nagyon szégyek, nagyon elnézést kérnek. De egyetemi felvételi van az országban. Mondom, micsoda? Hát, hogy a repülőtér mellett van egy egyetem, és hogy az egyetemi felvételi idején semmi ne zavarja meg őket. Tehát tessék el, egy egyetem légkondicionált, zárt ablak. Tehát, tehát nekem nem mondják azt, hogy a repülőgép zaja annyira be, mert annyira fontos az oktatás. Annyira ez a csúcsa annak, amit egy ember elérhet, hogy bekerüljön az egyetemre. Családok, és akkor ezt látom, és akkor azt mondom, hogy Uram Istenem, hogy létezik az, hogy hagyjuk így lerobban ezt az egész rendszert? És, és ne, félreértés nem, most nem a kormányzati tevékenységekről beszélek, nem arról beszélek, hogy igen, a oktatás az nem egy produktív pálya, nem, nem, nem ad a GDP-nek abban a pillanatban semmi. De Londonban 15 évvel ezelőtt a barátom mondta, hogy ha valaki jelentkezik egy állásra, és meglátják az életrajzába, hogy valamiféle zenei tevékenységet folytatott, tehát mondjuk elvégezte az A grade-et, az az első szint, azonnal előre ugrasztják az interjúk során, függetlenül attól, hogy a szakterületnek ismerője nem ismeri. Mert tudják, hogy olyan különleges képességekkel rendelkezik, ami egy átlagembernek nincs meg. Tehát a flexibilitása, az alkalmazkodó képessége, pillanatok alatt felfogja, motiváció, stb. Ezt annyi, annyi eredmény mutatja, hogy mennyire hasznos. Persze most ez a zeneoktatás, de nem csak arról beszél, minden más. És mind a mai napig vannak nagyszerű iskolák, nagyszerű pedagógusok, még ennek ellenére is. És ahelyett, hogy ez egy prioritás lenne, és nem azért, mert én pedagógus vagyok, Hát hiszen nem a pénz miatt dolgozunk, akkor már rég ott hagytuk volna ezt a pályát. És akkor itt jön az, hogy sajnos a fiataloknál, ha ezt a motivációt nem tudjuk belengedni, akkor ez nehéz nekik kell, mert az édesfény a gyerekek két szép szemét. Milyen jó, te közben nélkülözze vállalj még négy-öt állás, meg tanítsál egész éjszaka magánba, hogy el tud tartani. Maga. De ugye, hogy milyen szép a pálya. Miközben ilyen világviszonylatban, és a pedagógusoknak az elégedettsége, a szakmai elégedettsége, nem a körülmények, sem a pénzről beszél. Hogy micsoda feedbacket jelent pedagógusnak lenni, az az egyik legmagasabban lévő szakmák közé tartozik, ahol a legmagasabb a pozitív flow, a visszajelzés, de hangsúlyozom, csak pedagógiai szempontból. Az egyik legégetőbb kérdésről beszélgettünk, szerintem, és szerinted is a pedagógiáról, és arról, hogy mi lesz a jövőben, mert ugye a figyelmünk eléggé m m abba az irányba van lekötve, és abba az irányba vagyunk neurotizálva, hogy a jövő az soha nem volt ilyen kiszámíthatatlan, persze volt már ilyen kiszámíthatatlan a jövő, mert a világ történelem viszonylag gyakran ismétli magát. De talán azt el lehet mondani, hogy, hogy a mi életünkben, vagy, vagy, vagy talán a mostani generációk életébe az egyik legkevésbé előrelátható időszakban vagyunk nagyon sok mindentől félnek az emberek, és bárkivel beszélgetek, akár ebben a műsorban is, vagy egyébként mindig a jövő az egy ilyen nagyon szürke dologként, sőt, nagyon fekete dologként jön. Egyrészt a klímaszorongás miatt, másrészt a háborúk, az átalakuló világpolitikai helyzet. És itt az ember mindig keres egy fogódzót, és már említettük a gyerekeket és a személyes örökséget, amit az ember tovább visz. Te szoktál azon gondolkodni, hiszen Ugye ott van az a kilenc éves, akinek megfogod a kezét, és aztán vannak az idősebbek, versenyeket nyernek, világsztárok lesznek, a, a, tényleg, a tényleg kiemelkedő növendékeit vannak, ott vannak azok a nénik, akik megölelnek, ott vannak azok a fiatalok, akik beírják Handle nevét a keresőbe. Szoktál egyrészt azon gondolkodni, hogy, hogy ez a mi szenvedélyünk, a zene, és, a, és nem csak a zene, hanem a mi zenéhez kapcsolódik. Ez a közös út a zenéhez. Ez tovább fog-e? tartani, akkor is, ha a civilizációnk a fejére áll, és hogy ilyen értelemben van-e értelme annak, amit csinálunk, és szoktál-e azon gondolkodni, hogy ezt a fajta szenvedét, ezt kiviszi át a szerelmet a túlsó partra? Most nem, nem feltétlenül a te gyerekeidre és tanítványaidra gondolok, de ez fölmerül-e benned, vagy az embernek csak az a feladata, hogy elvégezze a dolgát itt és most, bet, beletegye, amit beletud, és ne nézzen előre, ne nézze hátra. Ez aztán már tényleg egy, hát inkább világnézeti, vagy filozófiai kérdés komplexum. Jókat kérdezel, nem mondom. <laughs> nem kell egy szóval válaszolni. El is háríthatod. Szóval. Nem, 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 nem. Én úgy gondolom, hogy a mai ember fogja a rettegésnek. Hogy ez miért van így, azt igazából neki kéne megválaszolni, amely hozta létre ezt. Ez a függés azoktól a médiumoktól, amik tulajdonképpen azért jöttek létre, hogy eltereljék a figyelmünket a legfontosabb, leglényegesebb kérdésekről, ez kétségtelenül egy kéts rémisztő. Kétségbejtő és rémisztő. Ugyanakkor viszont ez egy olyan függőség, amit bármikor le lehet dobni, lehet csökkenteni, lehet irányítani, nem, nem kell használni olyan értelemben, hogy nem muszáj komolyan venni, hát nem is lehet komolyan venni a híreket, meg egyebeket. És az, az igazi kérdés bennem az, hogy az a sok, az emberiséget két évvel ezelőtt, az emberiséget azt hiszem, hogy merhetem így az egész világra mondani, annak ellen, hogy inkább európai fejjel gondolkodom. Én azt hittem, hogy ez elindít egy változást a fejekben. Én nem félek ezektől a borzalmaktól, amik vannak, ez mindig volt a világban. Legfeljebb abban az időben még nem volt a médium ennek ekkora hatalma. Ez le van írva a Bibliában, a jelenések könyve, szóval nem, nem, ezt, ne, ezt nem kell félni, ez a menete a világnak, voltak jó periódusok, voltak rosszabb, de a relatív az, hogy jó. Hát a jó periódus az, hogy előkészítettük, hogy tönkretegyük azt, amit csináltunk. Hát most ezt lehet jónak nevezni, de igazából hát ez semmivel se jobb. És a krízis az meg mindig arra szolgál, hogy hogy megújuljunk, hogy valami, valami változás. A krízisnek vannak rettenetes változatai, tehát számunkra embermi léptékkel a halál, a, a, a tönkretétele, a kultúránk, stb. Most ezt nem részletezem, mert ezt mindenki tudja. Tehát van, de ugyanakkor meg mindig egy felemelkedés. Tehát a mélypont az a leggyönyörűbb dolog a világon, mert onnan csak felfele az út. És ugye az életünk, olyan, mint a zene, áldan hullámzik. Tehát képzeljük el, hogy te 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 ez lenne, hát ez katasztrófa lenne. Vagy most kinézek itt az ablakon, hát borzalmas lenne, hogyha betonból lenne a fa nyíl egyenesen, csupa kanyar, csupa gör, csupa nem tudom én, elhajlás. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy felfogás kérdés, hogy most hagyjuk magunkkal ragadni ezt a sok katasztrófát, és ez nem azt jelenti, hogy én kívülálló vagyok, nagyon megérintett félretésnélség. Ukrajnából menekült növendékeket tanítok, meg szóval szó, nem, nem erről beszélek. De van egy szuverén jogunk megvédeni önmagunkat ezektől a dolgoktól. Talán ez nem jog, hanem kötelesség. És abban nem látok nagy fejlődést. Ezen a téren úgy érzem, hogy az emberek felülnek vagy az egyik hullámra, vagy a másik hullámra. Nagyon kevés olyan emberrel találkozom mostanával, akik önállóan tudnak még gondolkodni, és vállalják azt az, ennek az időnek az értékét, az, hogy befele lehet fordulni. Csak nem kéne megijedni önmagunktól, nem kéne félni attól, hogy valami csúnyát látunk, pedig az van a mélyén, szembe lehetne nézni, hogy ez az élet mire jó. És így tovább. Hála Istennek azért vannak ilyen csoportok, vannak ilyen emberek, akik, akik nem félnek ettől. Én azt, azt üzenném mindenkinek, hogy semmitől se kell félni. A félelmet az gerjesztik bennünk. Egyébként, ha nem tudnék róla, vagy ha, majd ha megélem azt a helyzetet, akkor stratégiát kell váltanom, akkor nem az, hogy akkor se félni kell, hanem hogy jól működjek. De a félel, akkor egy olyan félelmetes helyzetben rosszul fogok dönteni. És ugye a zenélésnek mi, amikor kiülünk a pódiumra, vagy karmesteri pálcát a kezébe veszed, hát ez iszonyatos nagy bátorság kell. Ha én úgy megyek ki, hogy félek attól, hogy elrontom azt a el, vagy úristen, ott minden próbán gixert fújt az x -ja. csak most az egyszer, akkor biztos, hogy be fog jönni, hát magunkra húzzuk ezeket a dolgokat. És én úgy gondolom, hogy ez az idő kiválóan alkalmas arra, hogy megerősítsük saját magunkat. És akkor én nem gondolok arra, hogy mi lesz a gyerekem jövője. Hát mindenki sápítozik, hogy jaj, szegény generáció, klímaim. Ez is volt már ilyen meleg, volt már ilyen szárazság. Ki tudja, jövőre lehet, hogy árvizek lesznek. Mit tettük tönkre? Oké. Okay. Mit tettük tönkre? Én, te, az elődjeim a gyerekeim is valamennyire tönkretették, de látom a gondolkodásukat, hogy már abban születtek, hogy hát ezzel valamit kell kezdeni, nem abban be én, hogy hát még vegyek több műanyag flakont, és még több csomagolt árut vegyek, hogy hát hadd fizessem a csomagolásért, és ne a benne levő dologért. De hát ugye mi a konzumtársadalomnak a kiépülésében nőttünk föl, vagy legalábbis én, de talán még te is valamennyire. És ezek a gyerekeim már nem ők már azért különbséget tudnak tenni, és gondolom, hogy így lesz a telányoddal is, vagy a gyerekeiddel. Úgyhogy én gondolom, hogy nem kell félni az égatt a világon semmitől se. Attól kell félni, hogy ezt a napot, vagy ezt a pillanatot nem tudom megélni, mert a rettegésen gondolkozok, hogy mi lesz a jövő, meg hogy jaj, milyen szép volt a múlt. Hát egy marhaság. Mi van most? Szóval ne féljetek, te is azt mondod, hogy második János Pál pápa üzenet, és talán a legfontosabb üzenet. Kilépés a Mátrixból, Belépés önmagunkba, és ebben a művészetnek kiemelt szerepele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Ekhárt Gábornak. Én is köszönöm, hogy itt lehetem. További jó műsorokat.